Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés. De én biztos vagyok abban, hogy ez a jóslás neked is szól, hiszen nincsenek véletlenek. Nem véletlen az, hogy hozzám találtál, megtaláltad ezt a videót. Viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, akkor az passzol a te helyzetedre. Ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam 4000 forint, e-mailen keresztül ez megrendelhető. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható, hogy a múltban, ami ugye a háta mögött van, voltak nehézségek, kihívások, valaki megbántotta őt, voltak nézeteltérések, esetleg viták, veszekedések, de a kép mutatja, hogy itt győzelem van, ennek örül is, és hátat fordít ezeknek az embereknek, vagy ezeknek a témáknak. A második kérdés, hogyan érzi magát? Hát ő annak örül, hogy ezt ő le tudja most zárni, hiszen ez a kártya a halál kártyája, aminek szimbolikus jelentése van, lezár bizonyos eseményeket, lezár bizonyos kapcsolatokat, és itt erről van szó. Ezekről a félreértésekről, vagy hamis emberekről a háttérben. A harmadik kérdés, milyen lépésekkel közeledik hozzád? Itt van ez a lovas hintó, ő irányítja majd az eseményeket, vagy balra, vagy jobbra, attól függően milyen a helyzet. Az egyik irány jelentheti még a félelmeket, erre utal a fekete ló, a másik, a fehér ló jelenti a bizalmat. Az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy te nem tudod azt, hogy milyen irányba fognak majd mozogni az események, de ő mutatja neked, hogy itt van lehetőség, itt van egy irány, és ez a kártya még azt is jelentheti, hogy tervez veled egy utazást, egy nyaralást, hiszen, bocsánat, elment a hangom, hiszen ez a kártya jelentheti a változásokat is. De ő segít neked, ő fogja irányítani a helyzetet, lehet, hogy kikéri a véleményedet, hiszen így közeledik hozzád, lesz találkozás, lesz mozgás, lesz egy új irány. Lesz kapcsolat kettőtök között. A következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt lesznek változások, hiszen ez a torony összeomlik, ami volt a múltban. A nehézségek, a problémák most elmúlnak. Sőt, itt látható a képen, és én meg is fordítanám, hogy két irány van, két lehetőség, ahogy itt is látható. Ha félelmeid vannak, mert félsz a változásoktól, akkor a kép jelentheti azt, hogy így lezuhansz a toronyból, szimbolikusan gondolom ezt, de a másik, ez a kék ruhás hölgy mutatja azt, hogy itt van az égi hatalom, a segítség, így az égiek fele fordul, és itt előre mennek az események, itt is látható,
hiszen a fehér ló pontosan erre utal, hogy javul a helyzet akkor is, ha jelenleg még valami nehéz, vagy ő van benne ebben a toronyban. Itt ez a torony majd elmúlik, itt győzelem lesz, ő lezár valamit, és akkor lesz egy új irány, amit ő fog irányítani. De ami téged illet, ne a piros ruhás hölgyre figyelj oda a félelmekre, hogy te itt lezuhansz, hanem a kék ruhás hölgyre, hiszen itt megvan az égi hatalom, a segítség. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!